Átalakult ugyanis Magyarországon a kábítószerek piaca. Olyan helyeken, társadalmi rétegekben is megjelentek a drogok, ahol korábban nem volt jellemző. A kormány szerint azonban a hatékony, azonban hatékony a hatóságok fellépése a kábítószer előállítók és terjesztők ellen. A rendőrség rendszeresen számol be sikeres rajtaütésekről. A kábítószer elleni küzdelem eredményeiről beszélget most Stefán Zoltán és két vendége. Köszönöm szépen, Ferenc Orsolya, miniszteri biztos és Rétvári Bence államtitkár úr a vendégeim. Jó reggelt Jó kívánok! Jó reggelt kívánok! Eredményekkel fejezte be Ferenc imént a felvezetőt. Hadd citáljak ide államtitkár úrtól egy ö, megnyilvánulást. Tavaly novemberben fogalmazott úgy, hogy idézem, nemrég egyetlen akcióban annyi drogot foglaltak le, itthon Magyarországon a rendőrök, amelynek a piaci értéke vetekedik a rendőrség éves költségvetésével. Valóban volt nyáron egy olyan drogfogás, amiben 480 milliárd forint értékű kábítószer alapanyagot foglaltak le a rendőrök. Hasonlítsuk össze valamely másik szám, ugye pedagógus béremelésre, óvónő béremelésre, tanár béremelésre, most 340 milliárd forintos alapot hoztunk létre, és ez, a, és az egyfogás volt több mint 400 milliárd forint, itt 160 millió adag ecstasy tablettát tudtak volna ebből csinálni. Ez nyilván mutatja azt, hogy a magyar rendőrség részéről nagyon hatékony a kábítószerbűnözőkkel szembeni fellépésben, mutatja azt, hogy jó a nemzetközi kapcsolat a bűnöző hatóságok között, hiszen ezek olyan anyagok, amelyek országok között jönnek, mennek, és když mu to ilyen nagy fogások is vannak, de volt más nagy fogása is a magyar rendőrségnek, hiszen egy olyan brazil drogbárót kaptak el Magyarországon, nyilván itt az Interpol is körözött, akinek a nevéhez 45 tonnányi kábítószernek a kereskedelme köthető, tehát akár a nemzetközi droghálózatokban is nagyon eredményes a, a magyar rendőrség, meg akár az itthoni terjesztők eszemben is, hiszen 11 ezer eljárást indítottak már különböző dizájner droggal kapcsolatos bűncselekmények kapcsán, mióta ez a, az új tényállás bevezetése került a büntető ökszabályokban, tehát minden szinten, a, a, a dílereknél, földközelben is, és hát az óriási nagy hálózatoknál is, hála istennek, eredményesek a magyar rendőrök. Naponta átlagosan 20 eljárást indítanak valamilyen kábítószer kapcsolatban. Ezekből az eredményekből lehet arra is következtetni, hogy átalakulóban van a kábítószer kereskedelem, hogyha egyszerre ekkora mennyiségeket lehet találni? Igen, ez egy, ez egy folyamatos versenyfutás. Tehát sajnos az a helyzet egyébként az úgynevezett célista is, amelyik ugye azokat a molekulákat, anyagokat, Tartalmazza, amiket már droghatásuként igazolt a, 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 a szakma. Ez folyamatosan bővül. És ez azért van, mert állandóan próbálja a, a drogokból élő háttérvilág kompenzálni azt, amit a felderítéssel ugye, a hatóságok megfognak. A, a nagyobb gond az, hogy ugye itt a társadalom részéről azt látjuk, hogy folyamatosan veszélyben vannak a nem csak itt Magyarországon, egész Európában és a világ számos helyén a fiatalok, tehát a prevencióra, ha szabad mondani, legalább akkora vagy még nagyobb hangsúlyt kell fektetni, mint a felderítésre és a bűnmegelőzésre, illetve a, a, azoknak a kiiktatására, akik a, a drogterjesztésből akarnak megélni. Úgyhogy ez egy, ez egy folyamatos kétfrontos, kétfrontos küzdelem. Erről mindenképpen beszélünk majd, hiszen a Drogkutatóintézetnek egy friss adata is azt mutatja, hogy a nyári évszak komoly rizikófaktor, de még mielőtt erre rátérnénk, beszéljünk arról, kérem, hogy az adatok szerint a klasszikusnak nevezhető szerek, szereket Manapság egyre kevesebben használják, és a helyükbe lépnek azok az anyagok, amelyekkel versenyt kell futni, hiszen már gyakorlatilag laboratóriumokban állítják elő, és a hatásuk sem ismerik, sem a hatóságok, sem az orvosok. Ez az igaz, igazi dráma, dráma akkor kezdődött, amikor Afganisztánnál az első olyan, ugye az ottani geopolitikai változások és konfliktusok miatt a úgynevezett heroin útvonal elakadt, és akkor, akkor robbant be igazából ez a designer drog irány, amikor gyakorlatilag vegyészek, vagy vegy, vegyész végzettségűek laborokban kísérletezgetnek, és utána ezt rászabadítják a társadalomra, ezt a hatóanyagot, az egy Élő ember És valóban ez a legkiszámíthatatlanabb szcenárió. Tehát egész egyszerűen sokszor az, se, aki, ke, aki terjeszti, sem tudja, hogy az anyagnak milyen hatása lesz. Na ezzel a küzdelemmel állunk most szemben jelen. Hol kezdődik a prevenció? Szívem, az iskolában is fontos a prevenció. Több program is van, amit nem csak a rendőrség, hanem más szervezetekkel együttműködő és is, ellenszer, iskolai rendőrprogram, stb., ahol igyekszünk a gyerekek figyelmét felhívni erre, meg ahogy ön is mondta, a nyár ugye ennek az egyik legveszélyesebb időszaka. Tavaly nyáron is egy három hetes akcióban több mint 3000 rendőr derített föl drogkereskedő hálózatot, és több mint 700 embert tartóztattak le ebben az időszakban, hogy pontosan a nyáron elejét vegyük ennek. Azért is veszélyes ez, mert a drogok előállítása is átalakult az utóbbi években, meg a drogok kereskedelme is átalakult. Tehát nem ritka az, hogy nem a klasszikus módon csomagtartóban a pótkerék alá elrejtve küldik a kábítószert, hanem legtöbbször most már nincs is személyes találkozás akár a dealer és a, a kábítószer függő között, hanem akár csomagküldőszolgálatokkal küldik, drónokkal csempészik a kábítószert, vasúton csempészik, és már nem klasszikusan átadja a pénzt, amikor megkapja, hanem sok esetben kriptovalutákkal fizetnek már a kábítószerért, pontos azért, hogy nehezebben lehessen követhető, titkosított csatornákon kommunikálnak a különböző Chatprogramokon keresztül, de a rendőrség ezzel nyilván tartja, tartja a lépést, és felderíti itt is a különböző kábítószerkereskedő hálózatokat, de ma már tényleg a kereskedelem is részben, nem csak a mindennapi életünkben, hanem a kábítószerkereskedelemben is átköltözött az internetre, és az interneten keresztül tudnak felépni. Ezért fontos, hogy nálunk nulla toleranciával van minden fajta kérdésben, és ezek a honlapok, hogyha lekapcsoltok, akkor rögtön a magyar rendőrség lekapcsoltatja, és innen deríti föl azokat a hálózatok, hálózatokat, amikből tényleg eredményesen t -t -t tudja utána büntető elindítani. Kérem, beszéljünk még egy aspektusáról, ennek az egész kérdéskörnek, az pedig a drogliberalizáció, amely itthon is időről időre előkerül, de Nyugat-Európában is egyre hangsúlyosabb terület. Mennyire kell figyelni például a szomszédos országokra, aktuális hír, hogy Ukrajnában a kanabisz fogyasztás most engedélyezték orvosi célra, az indoklás szerint azért, hogy lehetőséget adjon, különösen a háborúból eredő posztraumás stresszben szenvedő betegek kiegészítő kezelésére. Miközben több olyan hazai kutatóintézet is azt mondja, hogy például a marihuána fogyasztás az a kapuja. Pontosan, tehát Ennek a, 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 a gond ennél mélyebb, itt a német, német történéseket ajánlom inkább figyelembe venni, mert hát Németország mégiscsak az Európai Uniónak a szíve közepe. És ott is ezek a tendenciák figyelhetők meg, hogy elkezdődött az, ami egyébként a tengeren túl a már évek óta zajlik, hogy, hogy bizonyos érdekkörök azt próbálják igazolni, hogy a marihuánának a a fogyasztása az igazából egy, egy legalizálható tevékenység. Fűben, fában, van. Ezt senki nem vitatja el. Tehát az, hogy hatóanyagok vannak, akár például a marihuána növényében, vagy pedig egyéb, egyéb, anyagok, hát a, a, a kigyóméreg is a, a, tud orvosság alapanyag lenni, mégse dobom rá senkire a viperát, hogy, hogy ezzel meggyógyítsam. Tehát egész egyszerűen a dozimálás, a tisztítás és a gyógyszergyártás nem keverendő össze azzal, hogy a drogokat legalizáljuk. És az gondolom, hogy ez egy nagyon helyes álláspont, hogy Magyarország nem kíván ennek az útjára lépni, azonban azt látni kell, hogy az Európai Unióban nagyon komolyan elindultak ezek a tendenciák, és nehéz elválasztani attól, hogy bizony ez is egy üzleti érdek tud lenni, tehát nyilvánvalóan ez is egy piacot teremt, ez egy, ez egy nagyon nehéz irányá fog válni, hogyha az Európai Unióban ez elindul, mert egész egyszerűen el fog kezdődni az a tendencia, hogy szabad kereskedelem, termékek szabad áramlása, és így tovább, tehát kinyitjuk ugyanazokat a fejezeteket, amiket már korábban láttunk az Európai Unióban. Határon át nyúló kihívást jelenthet majd ez is, de ez már egy következő beszélgetés témája lesz. Ferenc Orsi és Rétvári Bencének köszönöm szépen, hogy itt voltak. Köszönjük, Köszönjük szépen. a lehetőséget.